Pontos, gyors, megbízható partner, kiváló minőségű munkavégzés. Műsorunk fő támogatója az Épkar ZRT. Köszöntjük nézőinket, önök az Autósport és Formula magazin júniusi adását látják. Megújult műsorunkban a motorsportok legfrissebb hazai hírei, a nemzetközi versenybeszámolók és a megszokott rovatok mellett két stúdióbeszélgetést is láthatnak. Tartsanak velünk! Adásunk első részében Walter Csabával, a Nürburgringi 24 órás futamról győzelemmel hazatért versenyzővel beszélgetünk, de ezúttal nem csak a négykerekűekről, hanem a pilóta új szenvedélyéről is szó esik. Tudósítunk a szupersportkocsik flúgos futamának is nevezett Gumball 3000 budapesti megállójáról. Megtudhatják, hogyan szerepeltek a magyarok a Tereprali OB bábolnai fordulójában. Kiderül, miként folytatódott a szombathelyi viadallal a hazai rally szezon, és bemutatjuk, hogy lehet drónokkal versenyezni a Hungaroringen. Jég a pokolban, mindez Nürburgringen, a Nordschleife-én, és itt van a stúdióban az az ember, aki mindezt átélte, Walter Csaba, autóversenyző, akinek már is első kézből szeretnénk gratulálni ahhoz, hogy nyert a 24 órás Nürburgringi futamon első magyarként. Köszöntelek a stúdióban, és még egyszer gratulálok. Európa bajnoki futamon GT3-ban van győzelme, de azt gondolom, hogy ez a pályafutás vagy egyik nagy koronája. Már csak azért is, mert a zöld pokolban, ahogy nevezni szokták Nürburgringet, illetve a Nordschleife-t, egészen elképesztő körülmények uralkodtak. Valóban jég volt a pokolban, de erről mesélj te, hogy érkezett meg a jégeső, az égi áldás minden formája. Köszöntöm a kedves nézőket! Köszönöm szépen a gratulációt. Igen, ez a világ egyik legnehezebb versenye. Korábban is ezt gondoltam, és továbbra is ezt gondolom. A pálya olyan kihívásokat tud támasztani, hiszen ez egyik legrégebbi versenypálya a világon, az Eiffel-hegységben 1927-ben épült a Nürburgring, egy kör 25,4 km. Nagyon-nagyon változatos időjárási viszonyok szoktak ott mindig uralkodni, hát ez idén sem volt máshol. Igen, tehát gyakorlatilag a jégeső nem normális, meg a havazás nem normális május végén még ott sem. Ennek ellenére előfordult, mint ahogy néha elő is szokott. Hogy történt a verseny mely szakaszában? A verseny délután 3:30-kor rajtolt szombaton, még száraz körülmények között, majd hozzávetőlegesen egy óra telt el a versenyből, kicsit talán kevesebb, amikor elkezdett esni először eső, aztán utána hirtelen jég, amely miatt tömegbalesetek következtek be, mert akik még slick gumival voltak kint a versenypályán, hiszen egy kör, mivel ilyen hosszú, ezért közel 10 perc megtenni, tehát azonnal nem tud mindenki a boxba jönni, kereket cserélni, nem olyan. Te is kint voltál ekkor a pályán? Én is kint voltam a pályán. Nekem szerencsém volt, mert pont a Grand Prix pálya részen voltam, amikor a verseny megszakítása történt, illetve a csapat rádión is kiabált a fülembe, hogy azonnal jöjjek vissza. Hirtelen még nem tudtam, hogy miért, láttam, hogy esik az eső, de a Grand Prix pályán még eső esett, nem jég, és ezért nagyon nagy szerencsénk is volt, hogy ezt megúsztuk, úgymond. De hát nem mindenki járt ilyen szerencsével, és aki még slick gumival, száraz aszfaltra való minta nélküli abroncsa volt kint a versenypályán, és egy jeges felületre érkezett, gyakorlatilag tapadás nélkül csúszott a szalagkorlátnak, és figyelembe véve, hogy a Nordschleife-n az átlagsebesség ugye nyilván autófüggően, de jellemzően 160 és 180 km/h között van az átlagsebesség, ami nagyon magas, elég nagy balesetek voltak sajnos. Nem véletlenül van itt ez a sárga, piros, szürke színben pompázó sisak, mert hogy egy újabb száguldós sportággal ismerkedsz, és indulsz, ez pedig nem más, mint a jetski.
vízisport ezen szép formáját gyakorlatilag már jó néhány évvel ezelőtt próbálgattam, de nem versenyszerűen, a teljesen hobbi szinten. Majd tavaly vágtam úgymond bele, hogy akkor megnézzük, hogy mennyire lehet ezt elsajátítani nehezen vagy könnyedén, a jetski versenyzést, és tavaly indultam már először a országos bajnokság különböző futamain. Természetesen idén is szeretném ezt megcélozni és tovább fejlődni. Hát nyilván azért kezdetben még működtek az autóversenyzői reflexek, de hát azért a víz egy másik közeg, egy jetski egy másmilyen jármű. Mi volt a legnehezebb Előrefele ez is nagyon jól tud menni, még dinamikusabb, mint egy autó a gyorsulást tekintve, viszont lassulni nem úgy lassul. Az útviszonyok sem mindig ugyanolyanok, ha úgy tetszik, mert a víz hullámzik, főleg, hogyha több jetski van a pályán, akkor folyamatosan változik. Ami megegyezik szerintem, hogy ez is technikai sport, és ez is egy nagyon komoly alázatot igénylő sport, hiszen nagyon gyorsan történnek az események. Én azt gondolom, hogy az autósport és a jetski sport is teljesen megegyezik abban, hogy mind a kettőt alulról kell felépíteni, tehát hogy a megfelelő alapokat el kell sajátítani, hogy az ember tovább tudjon fejlődni, és nem lehet csak úgy hirtelen belevágni és egyből a legerősebb kategóriával elkezdeni, mert annak nagyon nagy veszélyei vannak. Te milyen géppel mész most? Milyen erős? Az én jetski most egy 260 lóerős, de gyakorlatilag gyári állapotú jetski, tehát ez szériába tud ilyen teljesítményt, ami persze elég sok, mert körülbelül 2,7 másodperc alatt van 100-on, ami vízen elég lendületesnek tekinthető. Tehát nem azt mondom, hogy gyenge, de jetski versenyzésben is különböző kategóriák vannak, különböző hosszúságú versenyek ott is. Itt szeretném betartani a lépcsőzetességet, és inkább megfelelő tapasztalatot gyűjteni. Van valamiféle célkitűzésed? Mennyi idő alatt ugrod meg az eredményeket, kategóriákat? Megmondom őszintén, jetskibe ilyen jellegű célkitűzésem nincsen. Ami fontos, hogy mindig fejlődjek természetesen, és haladjak előre. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó sport, és rendkívül látványos, tehát mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön, nézze meg, ingyenes hétvégék vannak, óriási szórakozás, azt gondolom az egész családnak, eleve egy meleg nyári hétvégén a vízparton lenni, és tényleg egy kitűnő szórakozási lehetőség. Nekem ami nagyon fontos, hogy fejlődjek, haladjak előre, de nincsen olyan jellegű célkitűzésem, hogy ekkor és ekkor ilyen és ilyen címet szeretnék. De nyilván az autóversenyzéstől sem szakadsz el. Véletlenül sem szeretnék. Jól van, megnyugodtunk akkor. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Április 30-a és május 7-e között 120 szuperautó részvételével tartották meg ismételten az immáron hagyományosnak számító Gumball 3000 nevű autós őrületet, melynek útvonala 2016-ban Dublintól Bukarestig tartott. A Flúgos futam néven is ismert rally, vagy nevezzük inkább túrának, május 5-én érkezett Magyarországra. A konvojban pedig Ferrarikat, Mustangot, Rolls-Royce-t, Porsche-t, Lamborghini-t, Audi R8-ast, BAC Monót és egy igazi kuriózumnak számító Batmobilt is megcsodálhattak azok, akik voltak olyan szerencsések és belebotlottak a mezőnybe. Erre első ízben a Hungaroring környékén volt lehetőség, a gyönyörű sportautók ugyanis Magyarországra érkezvén ellátogattak a Mogyoródi versenypályára is, ahol sofőrjeik biztonságos körülmények között a Kressz szabályainak betartása nélkül is nyomhatták egy kicsit a gázpedált. A különleges járgányok mellé természetesen idén is dukált néhány jól ismert szupersztár, köztük David Coulthard és Jean Alesi korábbi Formula 1-es versenyzők, de a mezőnnyel tartott David Hasselhoff amerikai színész is. A verseny budapesti állomásán végigkövettük a mezőny útját,
így ott voltunk a Hungaroringen is, ahol beszélgethettünk egy kicsit a csapat egyik vezéremberével, Josh Cartouval, a Magyarországon élő kanadai üzletemberrel, aki egy igencsak komoly autós gyűjteménnyel rendelkezik, melyet egyébként egy budapesti mélygarázsban őriz. Elhoztam a két BAC Monót, ezek együléses gépek. Egy Ferrari F12 TDF-et, egy Ferrari 458 Spider, egy Ferrari 480 Coupé-t, és van itt egy Ferrari 458 Speciale is, illetve egy Rolls-Royce Phantom. Ezek mind az enyémek, mindegyiket Budapesten tartom. Nagyon jól alakul az idei Gumball, hatalmas buli az egész, minden éjjel van valami parti, szóval elég keveset alszunk. A mezőny lenyűgöző ebben az évben, 50% már öreg róka, a másik fele viszont új emberekből áll. Ők igazán nagyszerűek, a régiekkel pedig jó barátok vagyunk. Fantasztikus érzés itt lenni Budapesten, az én városomban. A Hungaroring után a konvoj Budapest belvárosába, a Szent István Bazilikához sietett. Persze csak visszafogott tempóban, hiszen például Cartounak az idei Gumballon már kijutott a büntetésből. Igen, megbüntetek 800 euróra, 250 km/órával hajtottam Szlovákiából kifelé, de rendes volt a rendőr, azt mondta, hogy 6 hónappal ezelőtt elvette volna a jogosítványom, viszont 800 euróra büntetett. Le nem csuknak érte, ez nem bűncselekmény, csak némi pénzbüntetést kapta. A bazilikánál már lelkes közönség várta Cartouékat, a megjelent sofőrök pedig igyekeztek belopni magukat az emberek szívébe, ki kisebb, ki nagyobb ajándékokkal kedveskedett a rajongóknak, akik testközelből nézhették meg ezeket a csodálatos versenyautókat, melyeket általában csak versenypályán vagy még ott sem lehet látni. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Gumball jövőre is ellátogat-e hazánkba. A flúgos futamot 1999 óta rendezik meg minden évben, azóta pedig kétszer volt példa arra, hogy a mezőny útba ejtette Budapestet. Mindvégig egy BMW állt az eredménylista élén, Miroslav Zapletár révén Hammer győzelem született a Fehér Ép kupán, a nyílt tereprali országos bajnokság idei második, a közép-európai zónabajnokság menetrendjébe is beszámító összecsapását. A Bábolna térségében tartott futam klasszikus tereprali volt, de a magyarok ezúttal sem tudtak a dobogóra kapaszkodni. A legjobb hazai pilóta Korda Erik lett, aki az ötödik helyet tudta elcsípni HRX Fordjával. Tulajdonképpen nagyon jó napunk is lett volna, sőt, megmondom őszintén, annak ellenére, hogy egy csomó problémánk volt, nagyon élveztem a mai napot. Nagyon jók a pályák, nagyon lendületes, és tényleg lehet száguldozni, lehet kipróbálni az autónak a maximális teljesítményét, és az is nagyon fontos volt, hogy tényleg az ember bevállalja. Sajnos volt egy defektünk, amivel több mint 3 percet vesztettünk, úgyhogy az nagyon hátráltatott. Illetve a ma délelőtti körön pedig a generátor ment tönkre az autóba, úgyhogy folyamatosan azt kellett néznem, hogy milyen a akkumulátor szint. Hát megúsztuk a mai napot, úgyhogy holnap majd nyomjuk tovább. Olyan gyorsan mentünk, amennyire csak tudtunk. Egy alkalommal még 182 km/órával is hajtottunk, de nem értük utól a későbbi győztest. Még ki kell vizsgálnunk, mi okozta a problémát, pontosan nem tudjuk. Persze csak két lehetőség van, vagy az autónk volt lassabb, vagy Mirek egyszerűen jobb versenyző. A közép-európai zóna és magyar bajnokság színvonala magas, nagy verseny folyik, ezért boldogok lehetünk, hogy nyertünk. A szombati utolsó szakaszon problémánk adódott, de vasárnap minden nagyszerűen alakult az első pillanattól fogva. Annak is nagyon örülök, hogy az első 5-ből 4 helyen az általunk épített autók érkeztek célba.
helyszín egyébként alaposan megrostálta a mezőnyt. Szalai Balázs például élete legnagyobb bukását szenvedte el, és akkorát esett az Opel Mokkával, amilyet talán még sohasem lehetett látni hazai pályán. Három héttel a miskolci erőpróba után a Szombathely körüli erdőkben rendezték a szezon első murvás versenyét, az Iseum Rallyt. Itt rögtön az első napon alaposan felfordult az eddigi erős sorrend, hiszen hadig szombaton kiemelkedett a mezőnyből, a négy gyorsaságiból hármat megnyert és közel 20 másodperces előnyt épített ki Herzig Norberttel szemben. Másnap Kazár és Rongic már az első gyorson feladta a küzdelmet, a Skodás egység ellenben alaposan beletaposott a gázba, és bajnokhoz méltó autózással az összes gyorsaságit megnyerte, sőt a második körben átvette a vezetést, és végül idei harmadik futamán is legyőzhetetlennek bizonyult. A dobogóra végül két miskolci, Hadik András és Balogh János társaságában állhatott fel. Az utolsó gyors előtt nagyon szoros volt, tehát lehetünk volna negyedikek, ötödikek, hatodikast, tehát egy ilyen két másodperc volt a Jani és a Ferikek között. Nagyon jó eltaláltuk az utolsó szelestét, ott bírtunk egy kicsit ellépni, és az utolsó csepregen is átnyomtuk, ahogy bírtuk, úgyhogy nagyon örülünk, és negyedikek lettünk. Az első nap rajtpozíciónkból adódóan elég komoly hátrányt szenvedtünk a ralikatlanba ezen a füves részen. Aztán a mai nap során végül is egy dolgot próbáltunk pozíciót tartani, és hát megnézni, hogy körülöttünk mi történik, aztán végül is hát felfújt minket a szél a harmadik helyre. Mindentől kezdve jött egy új motiváció, hogy hát akkor ezt már meg kéne tartani valamilyen úton, módon, úgyhogy elkezdtünk iszkolni, és hát odáig iszkoltunk, hogy végül is itt vagyunk, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Nap egy kicsivel jobban sikerült. Nekem a mai napon kicsit hiányoztak az igazi rallis dolgok. Ugye a mai nap az arról szólt, hogy derékszögű kanyarokba kellett bekanyarodni, nagy tempóról le kellett fékezni. Nem tudom, majd ki, megpróbáljuk kielemezni, hogy esetleg mit rontottam el ma, ami miatt kikaptunk. De amúgy alapvetően boldogok vagyunk, minden rendben van. Ez egy jó eredmény. Következik a Veszprém rally, majd ott majd megint megpróbáljuk. Tegnapi napon elölmentünk, egy nagyon picit takarítottuk az utat. Az
az első körökbe csúszkáltunk, illetve volt egy gyorsági, aminek egy része pár kilométer füvön zajlott, és ott nagyon sokat kaptunk azoktól, akik hátrébről tudtak jönni. Bíztunk abban, hogy fogunk tudni gyorsulni, és így is lett, és lépésről lépésre le tudtuk dolgozni a hátrány. Nagyon boldog vagyunk, maximális pontszámmal tudunk elmenni Szombathelyről, és ami nagyon fontos, nagyon-nagyon hasznos murvás tapasztalattal, ami optimizmusra ad okot a három hét ma kezdő Veszprém Rallyra. A zsámbéki Driving Camp Hungary hat vezető automárka, az Audi, a Jaguar, a Land Rover, a Mercedes-Benz, a Suzuki és a Tesla támogatásával széles tematikát felölelő baleset megelőzési célú programsorozatot indított Driving Camp innovációs napok néven. A program egyes eseményeinek célja, hogy a részben az Európai Unió és a Magyar Állam finanszírozásával létrejött világszínvonalú műszaki megoldásokat felvonultató létesítmény lehetőséget teremtsen a vezetésbiztonságot elősegítő eszközök széles spektrumának tematikus bemutatására és a baleset megelőzésben való szerepük köztudatban történő tudatosítására. Annak ellenére, hogy a statisztikák szerint az EU országokban a biztonsági öv, a légzsák és az ABS rendszerek terjedésével fokozatosan nő a közúti biztonság, a kontinens útjain évente közel 27 ezer ember válik közúti baleset áldozatává, és 200 ezeren szenvednek maradandó károsodást okozó sérülést. Mivel a közúti balesetek 95%-át emberi hiba okozza, a gépjárművekbe épített biztonsági eszközök megvédhetik a balesetet elszenvedő alanyokat, de a megelőzésben sokkal nagyobb szerep jut az olyan rendszer, mint az adaptív sebességszabályozók, az elektronikus menetstabilizálók vagy a holtérfigyelő rendszerek, nyilatkozta a létesítmény elnök vezérigazgatója az esemény megnyitóján. A Drone Racing Hungary, vagyis a Magyar Drónbajnokság második futamát tartották meg hazánk egyetlen Formula 1-es versenyhelyszínén. Már önmagában a 8-as formázó pályát sem volt könnyű teljesíteni, az újdonságot a pálya közepén felállított fakapu jelentette, amelyen odafelé alul, a keresztréc alatt, visszafelé felül kellett átrepülni, a szél pedig még rátett egy lapáttal. A versenyzők azonban nem panaszkodtak, sőt, imádták még a szelet is. 42 pilóta vágott neki a napnak, s bár az aszfalt nem a legkíméletesebb talajtípus, ha valaki nem tervezetten landol és lezuhan, alig volt olyan töréskár, amit ne lehetett volna megjavítani, és ami után ne lehetett volna folytatni a küzdelmet. Dinamikusan fejlődő sportág ez, amely egyre inkább tért hódít a világban, látványossága miatt 130-140 km/órás sebességgel repülnek ezek az aprócska szerkezetek, már eleve sikerre van ítélve. Ez az egész drónversenyzése egy nagyon fiatal sportág. Gyakorlatilag egy másfél éves múltra tekinthet vissza ebben a formájában, mint ahogy mi is próbáljuk most ezt így űzni itt a Hungaroringen. A drónok felhasználása az évtizedes múltra tekint vissza. Az, hogy a civil szférában is megjelentek, annak is van már legalább egy 10-12 éves hagyománya. De ez a fajta versenyzés, ami gyakorlatilag arról szól, hogy nagyon kicsi, nagyon könnyű, nagyon erős gépekkel egy speciálisan erre épített akadálypályán megyünk körbe-körbe időre. Ez egy nagyon fiatal dolog. Vannak technikai nehézségek, kicsit még gyerekcipőben jár, de olyan visszajelzéseket kapunk mind a nézők, mind pedig a résztvevők részéről, hogy ez egy nagyon nagy jövő előtt álló dolog. A pilóták a gépeket egyes szem első személy nézetben irányítják egy videószemüvegen vagy egy monitoron keresztül. Gyakorlatilag ez úgy néz ki, mintha benne ülnének a gépbe, azt látják, amit a gép lát, és így próbálnak navigálni ezeken az egyébként rendkívül rövid, itt jelen esetben a Hungaroringen mindössze 230 méter hosszú pályán, és a gépek sebessége nem ritkán meghaladja a 100 km/órát is.
Magyarországon a pilóta nélküli légijármű rendszerek közkedvelten nevén a drónok kereskedelmi célú felhasználásához elsősorban két engedély szükséges, amit a légügyi hatóságtól kell beszerezni. Az egyik egy légtérengedély, a másik pedig egy tevékenységi engedély. Egyszerűen fogalmazva, a légtérengedélyben van leírva az a hely, ahol magát az eszközt használni lehet, és a tevékenység engedélyben vannak leírva azok a feltételek, amik alapján az adott légtérben használni lehet a drón. Emellett egy másik nagyon fontos tényező a biztosítás kérdése. Tehát minden egyes kereskedelmi célú felhasználásnál egy speciális harmadik félnek okozott kára vonatkozó felelősségbiztosítást kell kötni, amit kifejezetten a pilóta nélküli légjárművekre konstruáltak meg a biztosítók, illetve egyes biztosítók, nem mindegyik egyelőre. A folytatásban felidézzük a Rallycross OB Mária Pócsi történéseit. Ellátogatunk egy roncsautó versenyre, és összefoglaljuk, hogyan csatáztak a Swift Kupa résztvevői a bajnokság első két fordulójában. Megmutatjuk azt is, hogyan feszültek egymásnak az autókrosszosok a szeghalmi nyitányon. Elkalauzoljuk önöket egy igazi sörrallira, műsorunk végén pedig Herzig Norbertet arról faggatjuk, milyen változásokat jelent számára, hogy idén MOL versenybenzinnel harcol az elsőségért. Az országos bajnokság harmadik versenyén sem győzték le Kispál Tamást, ez a siker azonban az eddigiek közül a legkülönlegesebbek közé tartozik. A Peugeot-val versenyző rallycrossos ugyanis csak a pünkösdi forduló hétfőjén állt rajthoz, a harmadikként végző Kárai Tamáshoz hasonlóan előző nap még az Európa-bajnokságon szerepelt Belgiumban, ám egy bravúros logisztikai húzással sikerült áthidalniuk a komoly távolságot. A fináléban csak Harsányi Zoltánnak volt némi esélye megszorongatni a miskolci pilótát, de a sokszoros bajnok végül maradt a csatában. A Super 1600-ban Marton Gergely, a Super Touring Cars-ban Tóth Attila lett a leggyorsabb. A rajt után nem tudom őszintén, mi történt, lehet, hogy magamtól, lehet, hogy valaki segítségével sikerült körbefordulnom egy teljes kört, aztán utána már csak mentem a mezőny után, megpróbáltam jó tempót autózni, ami azt hiszem még néha sikerült is. Talán azt mondom, hogy már tavaly óta végre volt egy nagyon tökéletes hétvégénk minden stimmel, és a dobogón állok, már lassan elfelejtettem, hogy kell fölmenni a dobogóra, úgyhogy most már nagyon jó érzés lesz. Szerintem egy ilyen mezőnyben egy második hely az azt akarja, hogy tökéletes minden, tökéletes csapat, tökéletes autó, és szerencsére sem hibáztam bele, mint a múltkor, úgyhogy még magammal is meg vagyok egy nagyon picit elégedve, bár az első hely lett volna az igazi, de azért azt szögezzük rá, hogy Kispáton is gyorsabb volt. Nem voltak tökéletesek a beállítások, hál' Istennek az, ami Belgiumban elindult, az itt folytatódott, tehát a rajtokat sikerült úgy elhozni, hogy már ne hátrány legyen belőle, hanem inkább előny, és talán ez volt a kulcsmomentum a hétvégének, a jó rajtok, illetve a jó helyezkedés. A döntőn nagyon harcos volt, és mondhatom azt, hogy talán igazán jó felkészülés volt a következő versenyekre, illetve a szezon hátrálévő részére, mert itt ebbe benne volt minden helyezkedés, testesteleni küzdelem, támaszkodás, minimális lögdösődés, harcolni kellett az elemekkel, az autóval, illetve ugye a pályára is egy gumi kikerült ott az egyik tempós balos részen a hátsó murván, úgyhogy tényleg nem volt egyszerű a helyzet, és próbáltam a lehető legjobban ezt megoldani. Kicsit döcögősen indult a hétvége. Voltak hullámok a teljesítményemben,
és az autóval is volt egy-két technikai probléma, amit viszont nagyon könnyen orvosolni tudtak a fiúk, és ezután nagyon jól működött az autó. A döntőben a rajt elég jól sikerült. Lábról rajtoltam, mert nem sikerült annyira jól belőnünk a rajtprogramot a hétvégén, de ez is bejött, kicsit izgultam emiatt is, de minden összejött, és már úgy kellett ez a győzelem, mint egy falat kenyér, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. A kispénzűek autósportjának is tartott roncsautó versenyzés hazai szezonjának nyitó futamát a Gyál melletti motocross pálya speciális katlanjában rendezték. A gyorsasági és ütközéses versenyek fantasztikus látványosságot jelentettek a szép számú közönségnek, akár a trabantok, akár a két nagyobb kategória képviselői csaptak össze. A szakág érdekessége, hogy a sokat látott gépszörnyek volánjai mögött a hivatalos futamokat követően a csapatok szerelői, a gyermekek és a nők is összemérhették tudásukat. Jelen pillanatban még évente egyszer rendezzük meg. Hosszú távú tervünk az, hogy bajnokságot szeretnénk belőle készíteni. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy körülbelül 50 nevező van, rengeteg autó. Minden évben legalább 3-4 új versenyzőnk jön, illetve az országból több olyan versenyző átjön hozzánk, aki nem ezt a szakágat csinálja, hanem mondjuk a gyorsasági roncsderbi. Ugye tudni kell, hogy a mi sportunk az nem gyorsasági roncsderbi, hanem ütközéses roncsderbinek nevezzük. Roncsautó show azért lett a neve, mert ugye otthon építik a srácok, szegények, emberek autósportjának is szoktuk nevezni. Minimális költségből össze lehet rakni egy autót, és ezek a fiúk, akik jönnek hozzánk egy ilyen hétvégén, maximálisan jól érzik magukat fillérekből. Hogyha az összes többi autósportot vesszük alapul, akkor gyakorlatilag a töredékéből kijön egy ilyen hétvégének a rendezése. Több kategóriánk van, van kis kategória, van ugye gyorsasági szakágunk, ami gyakorlatilag, hogyha pont látják mögöttünk, akkor egy ilyen nagyobb ovális körbe, egy katlanba történik, és arról szól a történet, hogy próbáljuk úgy összeállítani a programot, hogy mindenki megtalálja a maga ízlésének megfelelőt. És a Trabant, a Suzuki, a junior, a női, a szerelőfutam, ugye nem csak maguk a versenyzők versenyezhetnek, hanem maguk körül a családtagok, esetlegesen a szerelők, akik ugye egész hétvégén építik az autót, egy-egy futamra beengedjük őket, és ezért ők nagyon hálásak. Jelen pillanatban Magyarországon több helyen van ütközéses roncsderbi, 60-ban van, ugye ott EB van, a Veresegyházán van egy hasonló házi bajnokság, illetve mi vagyunk itt Gyálon. És mindenhonnan próbáljuk összeverbúválni a versenyzőket, és minden versenyző megpróbál mindenhova menni. A magyar szervezésű Swift Cup Europe naptára már megszokott módon csak részben tagosodik be a gyorsasági OB naptárába, hiszen jobbára saját, külön menetrend szerint bonyolítják versenyeiket. Az indulók április közepén a Szlovákia ringen kezdték a szezont, ahol Csík János tökéletes rajtot vett, hiszen a hétvége mindhárom futamát megnyerte. Május 1-én a Red Bull ringen az osztrák bajnoksággal együtt futott a mezőny, itt a magyar értékelésben Balogh Zoltán 2, még Bernula István 1 győzelemmel távozhatott. Csík itt az egyik futamot kihagyta, de még őrzi az előnyét a tabellán. A rajtom az elég jól sikerült, fogtam ott egy 3-4 pozíciót, és a harmadik, negyedik kör után már a magyar
értékelésnek a második helyezetéért küzdöttem, vagyis azon a helyen voltam. Abszolútban ilyen 6.-5. körül lehettem, amikor az 5-ös kanyarba sajnos megpördültem, de kinyomtam a kukungot és így sikerült visszajönnem a pályára. Majd megkezdtem a felzárkózást a mezőny után, és így végül azt hiszem az abszolút 7. és a magyar 2. helyén sikerült befutnom. Hogy a cudar körülményeket kifejezetten szeretem, és tegnap végül is tök jól mentünk, mert magyar értékelés 5. helyen végeztünk volna, hogyha egy sárga zászlót nem hagytam volna figyelmen kívül, ami alatt tilos az előzés, én pedig ezt megtettem, így a 25 másodperces büntetés után sajnos a 15. helyről kényszerültem elrajtolni a mai napon, és most úgy tűnik, hogy visszanyal a fagyi, mert megint a sárga zászlóval gyűlt meg a bajom. Illetve nem biztos, hogy nekem gyűlt meg a bajom, nyilván ez egy későbbi testületi döntés lesz, de az biztos, hogy sárga zászlós szektor alatt előztek engem meg. Tehát a 15. helyről följöttem a 11. környékére, és onnan egy sárga zászlós beintés alatt elment néhány autó, amit nem nagyon értettem. Hát gondolom, hogyha én rám vonatkozott a szankció tegnap, akkor ő rájuk is ma. Harmadik helyről rajtoltam a kategóriába, vagyis a abszolút utolsó helyről rajtoltam. Nagyon jó versenyem volt a rajtnál, feljöttem a második helyre, aztán fel tudtam jönni az első helyre is, mert egy kategóriatársam hibázott, aztán tartottam végig a tempómat, nagyon jó volt, az utolsó körben sajnos kaptam egy ütést, de így is be tudtam hozni az első helyre az autót. A Szeghalmon rendezett Szisz Ferenc emlékversennyel vette kezdetét az Országos Autócross Bajnokság 2016-os szezonja. A hét versenyzőt felvonultató Superbuggy időmérő edzésén Ábrahám Károly bizonyult a leggyorsabbnak, aki mindhárom előfutamát megnyerve magasan a többiek előtt jutott első helyen a döntőbe Fordjával. A rajtot mögüle Klenánc Szabolcs és Istókovics István várhatta. A 9-szeres bajnok a fináléban sem hagyott esélyt senkinek a 780 méteres pályán, magabiztosan győzte le a Mitsubishi-s Klenánc Szabolcsot és a Nissant vezető Gombai Zoltánt, így sikerrel kezdte címvédő hadjáratát. A Buggy 1600 mezőnye 5 versenyzőből állt, akik közül Bognár Balázs zárta az élen az időmérőt Lefkus előtt. A három előfutam után is ugyanez a sorrend alakult ki az első két helyen, a győzelmet viszont végül nem valamelyikük, hanem a Suzuki-s Zábó Mihály szerezte meg, miután kevesebb mint egy másodperccel megelőzte Bognárt. A címvédő Klenánc József negyedikként ért célba. A két Touring Autocross kategóriát egyben indították, minthogy összesen 4-en neveztek be egyéposztályba. Köztük Kis Ádám mindössze 71 ezreddel verte Antal Istvánt az időmérőn, aki az előfutamokon aztán visszavágott. A döntőben Kis és Palotás el sem tudott rajtolni, így Tax és Tax egy 6 kategóriás autó csapott össze, melyek közül alig ha meglepő módon előbbi Antal István Skoda Fabiája bizonyult gyorsabbnak. Új autó igazából... Nézegettük az beállításokat a motornál, próbáltunk turbonyomást adni, üzemanyagnyomást, mindig elfogyott az ALS róla, túlmelegedett a motor, a komputer lekapcsolt mindent. Hát nyírádra megpróbálunk mindent megtenni, hogy ne legyen ilyen probléma, de amúgy összességében jó volt. Az első kockát megszerezni mindig nehéz, mindenki az első kockát szeretné megszerezni. Hát elmenni az első helyen is nagyon nehéz, hiszen lehetett látni, hogy a Szabolcs kocsi nagyon jól rajtol,
de hát sikerült, úgyhogy egész nap legjobb idő, legjobb futamok és a győzelem is sikerült, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Hát nem volt egyszerű azért a rajt, azt hozzá kell tenni. Nagyon-nagyon élveztem a mai napot, nem is vagyok elfáradva, egy pár perc jöttem le, nagyon könnyű vezetni, nagyon jó a motor, úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen össze vagyunk szokva. A csapatom a szuper. Az autó az, Isten igazából nem volt felkészítve rá, mert tavaly szezon után 4 gyertyát cserétünk benne, azt ennyi. Nyögvényelősen kezdődött, az első futamokban ilyen harmadik helyen. Hát az elődöntőkben végül is féltettem az autót, a döntőben oda raktam. A média képviselőinek, többek között a Formula magazin csapatának részvételével első ízben megrendezett Rally Tour versennyel ünnepelte a soproni gyártó Heineken Hungária azt, hogy idén már kizárólag hazai árpából főzi Magyarország legkedveltebb sörét, például a vezetéshez ideális Radlereket is. Az első magyar árpa útja soproni sörrali indulói közel 500 kilométert teljesítettek. Budapestről indulva Szigetbecsét, Dunaújvárost és Keszthelyt érintve jutottak el a leghűségesebb városba, ahol a helyi sörfesztiválon fejezték be a futamot. Felelős alkoholfogyasztás kampány arcaként természetesen nekem az a feladatom, hogy példát mutassak, és ez nem azt jelenti, hogy alkoholt nem lehet fogyasztani, hanem ez arról szól, hogy felelősek vagyunk magunkért, az embertársainkért, és nem mindegy, hogy alkoholt mikor fogyasztunk, milyen mennyiségben és hol. Ugye természetesen mondok egy példát, hogy én most ugye Sopronba jöttem Budapestről, és a 0,0%-os Radlert itt, aminek 0%-a az alkoholtartalma. Ezt természetesen lehet fogyasztani, de eszembe nem jutott volna, hogy alkoholt fogyasszak, ugye már a vezetés közben a reflexek tompulnak, a koncentráció, és hát nagyon balesetveszélyes lenne. Úgyhogy lényegében nekem ez a feladatom, hogy ezeket a szabályokat, amit a felelős alkoholfogyasztásról tudni kell, hirdessem és képviseljem. ...2015 végén vállalatunk aláírt egy hosszú távú vállalást, amely szerint 20 évig a soproni klasszikus márkánkat csak kizárólag magyar árpából fogjuk készíteni. Ez nagyon fontos, hiszen ez Magyarország kedvenc söre, tehát nagyon fontos, hogy magyar árpából legyen. A mai napon szerettük volna ezt megerősíteni, és szerettük volna megmutatni a média munkatársainak, hogy mi történik az árpával onnantól kezdve, hogy a földön megterem, és elindul az útján, míg a sörig elér. Ugye indítottunk egy árpa termelő gazdánál, a rally résztvevőinek először oda kellett becsekkolniuk, és ott meg kellett bizonyos feladatokat el kellett végezniük, és megnézték az árpát, amikor terem. Utána a Dunaújvárosi malátázóba kellett hajtani innen, azért, hogy megnézzék, hogy az árpából hogyan lesz maláta. Ezt követően még Keszthelyen egy tangazdaságban is meg kellett tekinteni az árpát, majd innen már az út a sör fővárosába, Sopronba vezetett. Herczig Norbert tarol a Rally Országos Bajnokságon, 3-ból 3-on futamot húzott be, de mind Egerben is, mind Miskolcon, mind pedig legutóbb Szombathelyen is győzött Igor Bacigállal a Skoda volánjánál, Skoda utasterében, ha úgy tetszik, és hát ebben a bizonyos autóban immáron versenybenzin van ettől a szezontól kezdve, hogy mi is ez, mennyivel hagyja jobban az autót, erről beszélgetek Herczig Norberttel. Köszöntelek a stúdióban. Üdvözöllek, szia!
Mi is az a versenybenzin? Először is tisztázzuk ezt a Egy nagyon-nagyon picit annyiban javítanak ki, hogy mindig is versenybenzin volt az autóban. Ezek az autók nem mennek már mással, utcai benzinre nincsenek is programozva. Azonban a második versenytől most már egy Magyarországon gyártott benzin, a MOL Fuel RST-t használjuk mi is. Ez 102-es oktánszám. Ez a maximális oktánszám, amit lehet használni, amit a Nemzetközi Autósport Szövetség elismer és elfogad, e fölé nem mehet, és nagyon-nagyon sokféle olyan komponens tartalmaz, ami azt segíti, hogy egy versenymotor ugye egy szélsőséges körülmények között van használva, és mondhatni azt, hogy csúcsra van járatva. Ahhoz, vagy ezeket a teljesítményeket utcai, úgymond normál benzinre nem lehet elérni. Ez mindenképpen versenybenzin kell. Ettől a benzintől nyilván jobb az autónak, vagy a motornak a nagyobb a teljesítmény ugye alapból, ki lehet belőle hozni azt a teljesítményt, amire a mérnökök predesztinálták, illetve jobb a motornak a hűtése, jobb a kenése, jobb magasabb hőfokon ég, sokkal jobb egyébként a környezetvédelmi besorolásra is egy versenyautónak, ezt lehet, hogy ezen egy kicsit rácsodálkoznak, de egy olyan hőfokon ég a rendszer, és olyan hőfokon égeti el a benzint, hogy ennek az az eredménye, hogy bőven teljesíti azokat a mai legmagasabb normákat, amivel akármilyen utcai autó legördül a szalagról. Még zöldebb az autó. Így van, ez csak azért fontos, mert jó párszor pont az én, vagy a mi sportágunk kapcsán van jó párszor összetűzés, csak egy kicsit nehezebben találjuk meg a közös hangot, mondjuk a zöldekkel. Honnan ez a szoros kapcsolata a Nemzeti Olajtársasággal, amely ezt a versenybenzint? A tavalyi évben volt egy, mondtam, egy kölcsönös megkeresés. A tavalyi évben megnyertük a Magyarországos Rali Bajnokságot, és én azt gondoltam, hogy nekem ez egy régi dédelgetett vágyálmam, hogy leüljünk egyszer egy asztalhoz, és én be tudjak mutatkozni. Alapvetően találkoztak az érdekek, ha lehet ilyet mondani, hiszen a Hexan Kft. Tavalyi évben vezette be a piacra a MOL Fuel RST versenybenzinét, és így kerestek egy olyan versenyző párost, aki ezt a gyakorlatban is tudja használni. Úgyhogy így jött az együttműködés, és most már mondhatom, hogy eddig jól alakulnak a dolgaink, ha lehet ilyet mondani, hiszen három versenyből háromat meg tudtunk nyerni, és ebből kétszer már MOL versenybenzint használtunk, és igazából azt használtunk, ez nagyon fontos kiemelnem, hogy nem csak a hordó volt olyan színűre festve, hanem tényleg az a benzin is volt benne. Itt azt tudni kell, hogy ezeket a versenymotorokat programozni kell a különböző versenybenzinekhez. Ehhez a benzinhez nem volt még motorprogramja a Skodának. Itt ez elhúzódott egy ideig, és ezért nem tudtunk már a első versenyen ezzel a benzinnel menni. Elhúzódott egy ideig, amíg erre programot tudtak írni a Skoda gyárban. Ez meglett, elhárult minden akadály, és most már ezt a benzint használjuk mi is. Korábban az autódat úgy jellemezted, hogy olyan akár egy végzős egyetemista. Így, hogy az első három versenyt megint nyerted, egy újabb diploma felé vagytok útban, de nem volt ez mindig így. Mi volt az a dolog, ami meghozta a sikert, volt olyan pillanat? Kérdezték ezt már többször tőlem, nem tudok erre válaszolni. Én amióta versenyzem, talán az első években azt mondom, hogy ketté kell választanak, az első 10 évben nem vettem annyira nagyon komolyan. Foglalkoztam vele, örültem, hogy csinálhatom ezt a sportot, de nem vettem annyira komolyan. Azt gondolom, hogy egy olyan 7 éve, 8 éve veszem nagyon-nagyon komolyan, de ott sem egyenesen arányos volt, hogy rögtön jön a siker, és azonnal sikeresek leszünk. Sőt, mondhatom, hogy sajnos, vagy nem sajnos, ezt kiki döntse el, kiki maga döntse el. Nem feltétlenül vagyok túl okos ember, mert mindig a saját káromon tanulom meg a hibákat, és nem más kárán. Azonban, ha egyszer elkövettem egy hibát, akkor utána azt már nem követem el még egyszer. Nem, egy kicsit talán az élet nagy kereke, vagy a szerencsefaktor, nem tudom pontosan, nem csinálunk semmit másképpen, mint ezelőtt 3-4-5 éve. Most azonban egy picit, talán tavalyi évtől mondhatom, hogy megfordult a szerencsefaktorunk, és azok, ami egy kicsit eldőlhetne pozitív vagy negatívba, az most a mi esetünkben pozitívba dől el. És ezeket nyilván megpróbáljuk kihasználni, és megfogni ezt a jó lendületet. Bízom benne, hogy ki fog még tartani egy ideig. Hát a lendület megvan az első három versenyen mindenképpen. Ezt láttuk tőletek, folytatás majd a Veszprém Rallyn. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást.
Rallycross Európa Bajnokság Supercar kategóriájának első idei verseny hétvégéjén a debütáló Lukács Kornél, azaz Csucsu, a bravúros negyedik helyen végzett, a dobogóról kevéssel lemaradva. Károly Tamás és Kispál Tamás az elődöntőig jutott, összesítésben a 7. illetve a 8. helyet szerezték meg. A Super 1600-asok közt Szabó Krisztián győzni tudott Lidenhillben, és ezzel a bajnoki vezetést is átvette. Több balszerencsés hétvége után Imolában végre beindult Tasi Attila szezonja a nemzetközi TCR sorozatban. A magyar versenyző az egykori F1-es pályán 2. helyet szerzett, és ezzel több riválisát át is ugrotta az összetetben. A B3 Racing másik versenyzője, Mato Homola, jelenleg 5. az összetetben. A Lotus Cup Europe Paul Ricciardi verseny hétvégéjén Vizin Tamás a Production kategória mindhárom futamát megnyerte szoros küzdelem után, ezzel az összetetben is magabiztosan vezet. Az Európa-bajnoki programba tartozó Akropolis Rallyn nem volt szerencséje a magyaroknak. Botkáék sok műszaki gond után kiálltak, Rangáék autója pedig a céltól 2 kilométerre adta meg magát a 7. helyről. Érdiék legjobb magyarként a 11. pozícióban zártak, ami egyúttal az ERC2 harmadik helyét jelentette, míg Besenyeiék az ERC3 ezüstérmével térhettek haza. Május közepén Brünóban rendezték a Skoda Octavia Cup második hétvégéjét. Tim Gábor újra a legjobbnak bizonyult, az időmérést és a szombati első versenyét is megnyerte, így vasárnapi balszerencséje ellenére is 25 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot. Balszerencsésen kezdődött a 2016-os Kings of Europe széria a háromszoros bajnok Kerényi Ádám számára. Bár a kvalifikációból még tovább jutott, egy mágnes kapcsoló meghibásodása a verseny feladására kényszerítette. Összetettben a 19. helyen zárta idei első világbajnoki futamát a portugál rallyt Turán Frigyes és Zsíros Gábor, míg a VRC 2 mezőnyében a legjobb 10 közé egészen pontosan a 9. pozícióba került a magyar páros. Az idén felélesztett formulautós széria az AutoGP mezőnyében 2 magyar versenyzőt is találhatunk, ráadásul egy családból. Fekete Dominik és Fekete Zoltán a Zele Racingnél indultak. Az adriai hétvégén utóbbi jól kezdett, hiszen a boxból startolva 3. zárt. Javában készülnek a magyar egységek a Moszkva és Peking közti Selyemút rallira. Szalai Balázsék, Fazekas Károlyék, Liszi Lászlóék és Kovács Miklósék is ott lesznek a mezőnyben. Bőven lesz tehát kiért szorítani júliusban. Megszerezte első dobogóját új csapat a színeiben Kis Norbert a kamionos Európa-bajnokság második mizánói fordulójában. A magyar versenyző jelenleg a 6. helyen áll a bajnoki pontversenyben. VTCC karrierje eddigi legeredményesebb verseny hétvégét zárta a legendás Zöld Pokolban az 1. és 1. helyet szerző Mihelis Norbi. Öröme azonban nem lehetett felhőtlen, hiszen a Hondákat egy technikai szabálytalanság miatt kizárták az előző 2 hétvégéről. Az ETCC edzésein remeklő Nagy Norbert végül az első futamon elszenvedett baleset miatt nem szerzett pontot. A Kvados mezőny 2. helyén zárta a Dakar hivatalos afrikai előfutamát, a Merzuga rallit Somfai Mátyás, akinek a riválisok mellett a homokviharokkal, a dűnékkel és a hőséggel is meg kellett küzdenie. Magazinunk végén játékra hívjuk Önöket, amennyiben június 30-áig megírják a formula@formula.hu e-mail címre azt, hogy milyen autóval versenyez Herczig Norbert a hazai rallibajnokságban. Fél éves autósport és formula magazin előfizetést nyerhetnek. Velünk legközelebb július első vasárnapján 11 órakor találkozhatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
félrehúz a kormány. Carrera Boskás Szerviz Érden az M7-es autópálya lehajtójánál. 0623 520 160 vagy www.car-era.hu. A Dormikor alvászetben különböző ásványok összeolvasztásából készült biokerámikus rostok alkalmasak a testünkből áramló hő felvételére, majd annak leadására. Milliónyi apró energiaraktárként működnek, melyek infravörös hővel látják el szervezetünket. Vérkeringési zavarok, görcsök? Hívja segítségül a Dormikor takarót, melynek ezüst tartalma még a higiéniát is biztosítja. A Dormikor takaró ajándékkönyvvel most 49.000 forint helyett csak 24.900 forint. 0670 62 00 563. Kihagyhatatlan ajánlat a száguldás és cirkusz szerelmeseinek. Rendelje meg most az elmúlt három év Forma 1-es év összefoglaló köteteit mindössze 9900 forintos áron, ráadásként most egy ledes karórát is kap ajándékba. Az akciós csomag megrendelhető a formula.hu webshopjában.